Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit. Hetedik rendesülését tartotta a Magyar Nemzeti Tanács, mintegy 75 napirendi pontot vitattak meg. A részletekről Hajnal Jenőt, a testület elnökét kérdezem. Jó napot kívánok, elnök úr! Már az első napirendi pontok között fajsúlyosabb kérdések is a napirendre kerültek, például a demonstrátori ösztöndíj rendszer módosítása, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj módosítása. Mi is történt? Tovább alakul, tovább finomul a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programja. Ez a két téma, a demonstrátori ösztöndíj programnak a lényege az, hogy tovább ösztönözzük, hogy minél több demonstrátor segítse a fiatal főiskolára, egyetemre érkező fiatalokat, hallgatókat, minél nagyobb kedvel, minél nagyobb elkötelezettséggel fölkerülje őket, törődjön velük, és ezért ezt külön jutalommal, tehát nagyobb támogatással próbáljuk segíteni. Másrészt pedig az a célunk, hogy ott, ahol tényleg nagyon nehéz jó eredményeket fölmutatni, szernyelven és nehéz karokon tanulóknál, pedig csökkentettük azokat a prontokat, amelyek lehetővé teszik, hogy minél többen kapcsolódhatjanak be, és minél több demonstrátort tudjunk alkalmazni ebben a rendszerben. A másik fontos dolog, hogy a váradi kiválóság ösztöndíj programnál a doktori képzésnél egy újabb lehetőséget adtunk, hogy aki a doktori iskolába beiratkozik, az ne csak 2 évig, hanem 3 évig, vagy attól függően, hogy ameddig a képzése tart, a törvény által előírtan, addig ösztöndíjban tudjon részesülni. A másik nagyon fontos dolog pedig itt már a felsőoktatásról az általános iskolára átugorva és a középiskolákra, a 15 főnél kisebb létszámú osztályok jóváhagyásával kapcsolatban azt kell elmondanunk, hogy nagyon sok kérelem érkezik a következő ülésre, még több lesz, és hát azt látjuk, hogy mind a tartomány, mind a nemzeti tanács támogatja azokat a kezdeményezéseket, hogy mindenhol ezek az osztályok megnyíljanak, és hogy minden lehetőséget megadjunk, még akkor is, ha nagyon kis létszámú osztályok nyílhatnak, hiszen azt látjuk, hogy ott, ahol egyik évben jóval kevesebb gyerek jelentkezik, a következő évben már az óvodából jóval többen juthatnak, kerülhetnek be az iskolába. Tehát ez egy nagyon összetett, szertágazó tevékenység. Az tény, hogy a teljes általános iskolai hálózatot újra kell gondolnunk, tovább kell gondolni, hogy a gyerekek, a szülők és a magyar közösség érdekei még jobban előtérbe kerüljenek. Számos kulturális intézmény igazgatóját és hát igazgatóbizottsági tagokat is kineveztek. Most lejár egy ciklus, tehát új emberek kerülnek ezeknek az intézményeknek az élére. Mi volt itt az önök részéről a prioritás a személyi, a káder kérdéseknél? A következő egy évben tényleg a teljes kulturális intézményrendszerünk vezetősége megújul, és hát most az Entei Történelmi Levéltár igazgatójával kezdődött ez a folyamat. Úgy gondoljuk, hogy olyan embereket tudtunk továbbra is mandátummal megbízni, akik eddig bizonyítottak, akik jelen voltak, és hát a Szabadkai Népszínház művészeti igazgatójának a kinevezésénél pedig úgy gondoljuk, hogy egyetlen pályázóként bízunk abban, hogy mind a társulatnak, mind az intézménynek, mind pedig a Nemzeti Tanács elvárásainak egy olyan új időszak kezdődik el, amely elsősorban az együttműködést és a közös alkalmak, lehetőségek és kezdeményezések időszakát fogja jelenteni. Itt július elején lassan az uborka szezonban lépünk, még a nyári szünet eljöveteléig. Mik azok a tervek, amelyet az MNT véghez kíván vinni? Hát nyilvánvalóan, hogy a Nemzeti Tanács, annak végrehajtó bizottsága és illetékes bizottságai dolgozni fognak, hiszen ahogy érkeznek be a kérelmeket, ezeket véleményeznünk kell. A tanács pedig ezeket fogja végrehajtani, vagyis jóvá hagyni. Nagy valószínűséggel szeptember elején fogunk következőülést tartani, rendesülést, de én úgy gondolom, hogy egész nyáron folyamatos munkában leszünk, és hát a tavalyi szép példát követve augusztus 20-án Újvidéken Szent István király ünnepi, nemzeti ünnepünket most már a Nemzeti Tanács is meg szeretné olyan formában ünnepelni, mint kiemelt, nem csak nemzeti jelentőség ünnep, nem csak a délvidéki magyarok számára jelentős ünnep, hanem a tartomány egyik jelentős kiemelt ünnepét is. Elnök úr, köszönjük szépen! A Híradó Plusz Lobod Árpád tudósította.